Sziasztok! Múlt héten, hétfőn posztoltam nektek egy korábbi amerikai kihívással kapcsolatban egy cikket, és többen jeleztétek a poszt alatt is, illetve privátban is, hogy szívesen részt vennétek egy ilyen kihívásban. Aki nem tudja, hogy miről van szó, gyorsan összefoglalom a cikknek a tartalmát. Ezt egy amerikai atya indította Amerikában, és onnan gyűrűzött be így a világháron keresztül mindenhová. Ő azt a feladatot adta a híveinek, illetve saját magának is, hogy 21 napon keresztül ne panaszkodjanak, ne pletykáljanak, illetve ne illessenek másokat negatív kritikával. És itt fontos megjegyezni azt, hogy az építő jellegű kritika az rendben van, de a negatív jellegű az nincs rendben. És ezt boncolgatta ez a cikk, illetve azt, hogy milyen sikereket értek el, akik ezen a kihíváson végigmentek. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezt indítsuk el itt mi is, ebben a szűk körben, aztán ki tudja, mi lesz belőle. De én arra gondoltam, hogy ezt érdemes egy kicsit kiterjeszteni, illetve kicsit könnyebb, mérgező szokásból elindulni, mert hogyha azt végig tudja az ember vinni 21 napig, és itt a 21 nap az olyan, hogyha bekúszik valamelyik nap a mérgező szokás, vagy visszatér a mindennapokba, akkor a 21 nap az újraindul. Tehát azért gondolom, hogy érdemes ezt végig gondolni, hogy mivel szeretne az ember elindulni, és akár így a kicsit könnyebb kihívásokkal indítani, akár fizikai síkról, és akkor utána tovább menni az önfejlesztés, illetve a lelki rész felé. És ha fizikaiban kezdünk el gondolkozni, csak példákat mondok nektek, akkor akár lehet ilyen a mozgás is, illetve a mozgásszegény élet. Tehát lehet, hogy te egyáltalán nem mozogsz. Lehet, hogy keveset mozogsz, és többet szeretnél. Lehet, hogy mozogsz, de rendszertelenül, és ez úgy zavar, és ez, ha végig gondolod tudatalatt, akkor is egy mérgező szokás tud lenni, hogy nem úgy mozogsz, ahogy szeretnél. Ha meg egyáltalán nem mozogsz, az meg pláne. Úgyhogy érdemes akár ilyen szempontból is elindulni ebben a kihívásban, és itt félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy 21 napon keresztül konditeremben kell izzadni, és szaunázni, és úgymond szenvedni, itt akár egy negyedórás séta is tud bele számítani, csak az a lényeg, hogy kezd el, és rendszeresen tartsd, amit kitűzöl magad elé. Tehát, hogyha így fizikai oldalról kezdjük, akkor ugye lehet ilyen a mozgás. Aztán van olyan, aki káromkodik. Tehát lehet ezt is elhagyni, mint mérgező szokás. Például lehet ilyen mérgező szokás az, hogy rendszertelenül étkezel. Vagy rendszeresen, de egészségtelenül táplálkozol. Aztán van olyan, aki rágja a körmét. Rengeteg ilyen példát lehetne hozni. Most az összesen nyilván nem fogok végigmenni, ezek csak így példaként jöttek, és hogy ezeken keresztül lehet érdemes végig gondolni a saját kis listátokat, és ezekből lehet érdemes választani egyet-egyet, és elindulni 21 napon keresztül, és azt gondolom, hogy ha ezt sikeresen végig tudjátok, illetve tudod vinni, akkor a nehezebb témákhoz is, mint például panaszkodás, pletykálkodás, negatív kritikáknak a használata, vagy önpusztító gondolatoknak a pörgetése, sokkal több erőt fogsz kapni, hiszen már egyet végig tudtál vinni, és látod a pozitív hatásait. És ne felejtsétek el, hogy ugye a saját magunkat mérgező szokások, azok hosszabb, rövidebb távon, de kihatnak a környezetünkre is, és őket is mérgezik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy az elkövetkező 2-3 napban kezdjetek el egy listát írni, és teljesen mindegy, hogy most az önfejlesztést igénylő szokás, amiről szeretnél leszokni, vagy ilyen fizikaiak, mint hogy, mit tudom én, káromkodik az ember, vagy nem mozog eleget, de hogy ilyeneket kezdjetek el összeírni, és utána érdemes rangsorolni, valamint kiválasztani egyet, amivel szeretnétek elindulni. És egyébként itt jegyzem meg, hogy nagyon ügyesen be tudjuk magunkat csapni, mert sokszor azt, amit kiválasztunk és könnyebbnek hiszünk, az nehezebb szokott lenni. De mindegy, gondoljátok végig, írjatok egy ilyen listát, és szombaton induljunk el ezzel a kihívással. Mi sem jobb, mint egy 10 milliós teremtő nap erre, hogy elkezdjük ezt végigvinni.
És nagyon fontos az, hogy azoknál az elemeknél, amiket fölírtok, illetve az elemek, amiket fölírtok, azok mind olyanok legyenek, illetve olyan szokások, amikről te szeretnél leszokni. Tehát ne befolyásoljon a környezetet, hogy ők milyennek szeretnének látni, vagy mi az, amitől szeretnék, ha te megszabadulnál, mert az eleve nem fog annyi erőt adni, és nem leszel benne olyan kitartó. Ha meg belülről jön, és te tudod, hogy neked az nem jó, ahhoz sokkal jobban fogsz hozzáállni. És hogy mitől kihívás a kihívás, meg hogyan tudjuk egymást támogatni, illetve naplószerűen majd végignézni, az pedig a hashtagnek a használata. Én erre a hashtag mérgező szokások nélkült javaslom, és használjuk ezt. Én is egyébként el fogom kezdeni ezt a kihívást, mert nyakon csíptem magamat önpusztító gondolatokon, amiket tudom, hogy el kell, hogy hagyjak, úgyhogy én is ezt el fogom indítani szombaton. És rátok bízom azt, hogy a posztokban beszéltek-e arról, hogy mitől akartok megválni, vagy mi az, ami aznap sikerült. Minden esetre, hogyha egy olyan napot tudtok zárni, ami az adott mérgező szokás nélkül zajlott le, akkor akármit is posztoltok, meg akárhogyan is, tehát Instagram, Facebook, bármelyik, de használjátok akkor ezt a hashtaget, mert a későbbiek során, ugye ahogy említettem, naplónak is tud ez majd minősülni, hiszen ha rákattintunk a hashtagre, vissza tudjuk nézni azt, hogy mennyi mindent végigcsináltunk napi szinten, hány ilyen kihívást akár, mert ugye több szokásunk van, tehát akár ezt többször is végig tudjuk csinálni, illetve látjuk azt, hogy kik azok, akik velünk haladnak az úton, ki az a kis közösség, aki ebben részt vesz, és tudjuk egymást akár támogatni is. Én képzeljétek el, 6 évvel ezelőtt végigcsináltam a 100 Happy Days nevű kihívást, és ott is használtunk hashtaget, és jó múltkor földobta a Facebook emlékként, és nagyon jó érzés volt végignézni azt, hogy 100 napon keresztül napi szinten hogyan teljesítettem, mi volt az, aminek örültem aznap, mint olyan, ami boldogságot okozott, és nem csak az, hogy a saját posztjaimat tudtam visszanézni így emlékként, hanem azokét is, akik részt vettek ebben a kihívásban, és egy tök sok erőt és motivációt tud adni, akár a továbbiakban is. Úgyhogy ezt a hashtaget érdemes majd használnotok, be fogom írni a videónak a leírásába, és ha szeretnéd, akkor kiegészítheted külön hashtagként mögé, hogy mondjuk 1/21, vagy 2/21, és akkor így látod, hogy hol tartasz, illetve mi is fogjuk látni, hogy ki hanyadik napnál tart, viszont becsülettel csináljátok, tehát ha becsúszik egy olyan nap, ami nem odavaló, akkor újraindul, én is újra fogom indítani, hogyha bekúsznak azok a gondolatok. És hogy ugye miért 21, illetve 21-30 nap, amíg egy ilyen kihívást érdemes csinálni, vagy mérgező szokásokról letenni, az pedig azért ennyi idő, mert azt mondják, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy valami egyrészt szokássá alakuljon, illetve hogy a tudatalatti ráálljon bizonyos dolgokra és működésekre. Tehát, hogyha ezt ilyen 21 napig végig tudod vinni, akkor valószínűleg a 22. napon azon fogod kapni magadat, hogy de hát én mindig is így csináltam. Hogy csináltam ezelőtt? És az lesz a természetes, amit a 22. naptól csinálsz, rutinná fog válni, viszont ehhez tényleg azt kell, hogy becsülettel a 21 nap egymás után hiba nélkül meglegyen. És nem csak, hogy rutinná fog válni, de a véleményetek is meg fog változni egyrészt saját magatokról, másokról, a külvilágról, valamint a hétköznapi élethelyzetekről alkotott véleményetek is meg fog változni. És én azt gondolom, hogy ez így tud gyűrűzni, hiszen ha mi elkezdünk változni, azt mondják, és én is tapasztalom, hogy a környezet is elkezd változni. Úgyhogy sikeres listaírást kívánok nektek, hogyha bármelyik témakörben segítség kellene, vagy szokások között kiválasztani azt, amelyiket érdemes elindítani, akkor nyugodtan írjatok rám, akár privátban is, mint említettem, több ilyen 21 naposat, illetve akár a 100 naposat is végigvittem, tehát azért van kisebb rutin ebben, úgyhogy kezdjük el szombattól, várom a hashtageket, illetve azokat a posztokat, ahol kitartóan tudok nektek motivációt adni, illetve motiválni titeket, hogy fel ne adjátok, ha már elkezdtétek. Szombaton akkor találkozunk az éterben ezzel a kihívással. Sziasztok!